Óbecse polgármesteri hivatala 2009 óta minden évben háromnapos rendezvénysorozattal ünnepli meg a városnapot, ugyanis ezen a napon Mária Terézia 1774-ben a kiváltságokról szóló második rendeletével megerősítette a Tisza-menti koronakerület lakosságának adott kiváltságokat, és azokat a nem szerb lakosságra is kiterjesztette. Az önkormányzatba, akár a végrehajtó, akár a törvényhozó, úgynevezett törvényhozó hatalomnak kötelessége saját magát is emlékeztetni, és a polgárokat is erre a napra, mert úgy gondolom, hogy ez a szellemiség, akár milyen fölállása az önkormányzat, meg kell, hogy maradjon, és ez a mai nap bizonyítéka, hogy meg is maradt, és meg fog a következő időszakban is maradni, mert úgy gondolom, hogy ezek olyan civilizációs értékek, amelyek ehhez a naphoz fűződnek, amelyeket mindenféleképp meg kell őrizni. Mindannyiunk boldogulására is annak azért az oknál fogva, vagy abból a célból, hogy itt továbbra is ugyanilyen hangulat és ugyanilyen élet kell legyen a városba. Kiosztották Óbecse község évi díját is. Idén ezt az elismerést hatan érdemelték ki munkájukkal. Díjat kapott Kis Imre Szerda Anna zenetanár, néptáncoktató és koreográfus is, akinek az ének és táncegyüttesei, szólistái és énekkettősei minden évben jelentős elismeréseket és díjakat nyernek el a vajdasági és nemzetközi versenyeken. 14 éves korom óta a Vatyú Együttes tagjaként is öregbítettem Óbecse város hírnevét, és nagyon megtisztelő dolog az embernek, hogy valóban elismerik a munkáját. Úgy érzem, hogy ezzel igazából nem csak az én munkámat tisztelik meg, vagy értékelik, hanem egyáltalán elismerik a népi kultúra fontosságát, jelenlétét itt a városban. A városnapok, azaz tiszai napok színes kísérő rendezvények egész sorát vonultatják fel. A tűzijáték fénycsóvái azonban idén nem tűnnek fel az égen.